Korábban Top Kupa néven, idén először csúcskupaként rendezték meg az évtizedes múltra visszatekintő kispályás társasági labdarúgó tornát. Az esemény rangját jelzi, hogy a torna fővédnöke Kövér László a parlament elnöke, védnöke pedig Simicskó István honvédelmi miniszter volt. Az idei kiírás szerint 4 csapat vett részt a küzdelmekben. A Magyar Országgyűlés válogatottja címvédőként érkezett a torna helyszínéül szolgáló Elmű sportcsarnokba, míg a színész és az újságíró válogatott az 1970-es években több nagy rangadót vívott már egymással, nem ritkán 70-80 ezer néző előtt. Negyedikként az üzletemberek válogatottja csatlakozott a mezőnyhöz. Az érdeklődők izgalmas összecsapásokat és színvonalas találkozókat láthattak, így a Parlament Sportegyesület mellett a főszervezői teendőket ellátó HGS PR ügynökség ügyvezető igazgatója Forgács István elégedetten értékelhetett a tornát követően. Hát egyrészt annak örülök, hogy nem volt sérülés. Ilyenkor hát nyilván van néhány olyan játékos, aki nem rendszeresen focizik, ott azért előfordulhat, de egyébként rendszeresen játszik a társaság nagy része. Én azt gondolom, hogy magas színvonalú volt, tehát ezen a szinten az amatőrök szintjén jól ment a labda, nagy küzdelem volt, kiélezett volt egy-egy fél idő, és hát nem is tudom, sokkor a szerencse számított, sokszor az, hogy volt egy-egy jó képességű játékos, de hát így van ez a fociban. A dobogó legfelső fokára végül az országgyűlés csapata állhatott fel, akik egy döntetlen mellett 2 magabiztos győzelmet arattak. Magyar Zoltán, a csapat vezetője, érthetően örült a címvédésnek. Hát nekünk ez egy kicsit hazai pálya, mert a parlamenti csapattal tavasztól őszig, hát egy kis nyári szünetet leszámítva a Tromosnak a füves pályán készülünk, mert alapvetően nagypályás csapat vagyunk, viszont ősztől tavaszig pedig itt vagyunk a csarnokban, minden hétfőn este, úgyhogy ezért az sokat jelent, meg elég együtt van a csapat, és jól sikerült egy kicsit a fiatalítás is, mert a parlamenti őrségből, meg egy-két minisztériumból is azért a jó játékosokat sikerült összerakni, és ez most azt gondolom, hogy egy ideális egysége az idősebb és a fiatalabb játékosoknak ez a csapat. A második helyen a színész újságíró rangadót is megnyerő színészek végeztek, megelőzve a harmadik üzletembereket és a negyedik újságírókat. A torna gólkirályi címét Vecsei Miklós, a Vígszínház művésze szerezte meg, míg a legjobb játékosoknak csapatonként a helyezés sorrendjében Csampa Zsoltot, Laklót Pétert, Istenes Bencét és Dr. Bánfi Lászlót választották.